estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, tekintsék most meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, jogszabályváltozások léptek életbe az építés területén. Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, Modori Sándor, az építési osztály vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Monori Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal építésügyi osztályának vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió interjúra, mert például a helyi sajtóból is lehetett arról értesülni, hogy néhány jogszabályi változás lépett életbe a közelmúltban az építésügyi osztály munkájával kapcsolatban, de erről majd egy picit részletesebben beszélünk. Talán kezdjük azzal, hogy eddig ugye a munkahelyi központ épületében volt megtalálható ez az osztály, most hol vannak egészen pontosan, hova költöztek át az átszervezés után? 2015 nyarán költöztünk át a Ady Endre utcán található irodaépületben. Itt több osztály helyezkedik most el. Az építésügyi osztály, a földhivatali osztály, az állategészségügyi osztály és a népegészségügyi osztály. Az ügyfeleket szinte majdnem minden nap tudjuk fogadni, kett kivételével. Ez mit jelent? Tehát milyen úgymond nyitvatartási idővel vagy ügyfélfogadási idővel várják a segítségre szorulókat? Hétfőn hosszabbított ügyfélfogadás van, akkor 8 órától 6 óráig vagyunk, kedden ugye nincsen, szerdán 8 órától 4 óráig, csütörtökön 1 órától 4 óráig, és pénteken 8 órától délig tudjuk fogadni az ügyfeleket. Mit lehet arról elmondanunk, hogy mennyire forgalmas az önök ügyosztálya gyakorlatilag? Nagyon sok napi ügyet intéznek? Ügyfélforgalunk az egyébként nem jelentős, mert mi többnyire elektronikus úton fogadjuk az ügyfeleket, tehát személyes megjelenésük általában ritka, de azért ez is előfordul. Ez mit jelent, hogy elektronikus úton fogadják? Tehát többnyire... Tehát nem az a gyakorlat, hogy mondjuk ha nekem van egy olyan ügyem, ami mondjuk egy építkezéssel kapcsolatos, akkor én oda bemegyek önökhöz, hanem már ugye a technika lehetővé tette azt, hogy interneten kérjek segítséget? Igen, vagy tehát a kérelmeket azokat elektronikus úton egy ETDR nevezetű rendszeren nyújtják be, illetve az e-naplóba töltik fel ezeket a dokumentumokat, amiket nekünk ellenőrizni kell. Milyen dokumentumokról beszélhetünk? Hát egy építkezés esetében a kivitelezéshez szükséges dokumentumokat, tervdokumentációkat, illetve egyéb dokumentumokat. És erről mindenki tud? Tehát ezt mondjuk aki építkezik, mert nekem ez új, tehát én nem építkeztem még, én erről nem tudtam, hogy ez így működik. Igen, hát azért többnyire tájékozódnak ugye az emberek, mielőtt ebbe belefognak, megkeresik a tervezőt vagy a kivitelezőt, azért nekik ezeket napra készen tudni kell, és akkor ők tájékoztatják erről. Hányan dolgoznak az osztályukon? 5 fő. Milyen munkakörök vannak? Van egy ugye osztályvezető és ügyintézők vannak. Igazából nincs szétszedve munkakörökre, tehát többnyire mindenkinek ugyanaz a feladata. Azt mondjuk ugye, hogy építésügyi osztály. Milyen fontosabb feladataik vannak, vagy beszélj nekünk arról, hogy mivel is foglalkoznak egészen pontosan? Építésügyi kérdésekben, illetve építés felügyeleti feladatokat látunk el, összesen 3 járás területén, ez 19 települést jelent. Az építésügyi részhez tartoznak az engedélyezési eljárások, illetve a használatbavételi eljárások, a felügyelethez tartoznak a kivitelezéseknek az ellenőrzése, meglévő épületek ellenőrzése, illetve a szabálytalan építkezésekkel kapcsolatos eljárások. Ha a szabálytalan építkezésekről beszélünk, akkor mondjon már erre nekünk példát. Mi az, hogy szabálytalan építkezés, és hogy ha ketté mondjuk a kérdést, akkor szoktak-e ilyennel találkozni? Mi a tapasztalat? A szabálytalan építkezés az az, hogyha például engedély nélkül építenek engedélyhez kötött épületet, vagy
nem engedélyhez kötött épületet építenek, de viszont nem megfelelő helyen helyezik el a telken. Szerencsére ez nem jellemző ezen a területen, tehát viszonylag ritkán találkozunk vele. Hogyan szereznek arról tudomást, hogyha mondjuk valaki engedélyhez kötött épületet engedély nélkül épít fel? Hát általában a szomszédi bejelentés az, ami a jó szomszédi viszony. Igen. Melyek, vagy milyen épületek lehetnek ezek? Mit építenek az emberek engedély nélkül? Általában ezek melléképületek szoktak lenni, és többnyire az okoz gondot, hogyha például a telek hátsó részébe közel épül a kerítéshez, vagy a szomszéd épületéhez közel építik, általában ez szokott problémát jelenteni. Beszéljünk akkor arról, hogy ha mondjuk valaki építkezik, akkor mi annak a menete, hogy mondjuk valaki megvesz egy üres portát, vagy megvesz egy olyat, ketté lehet ezt bontani, hogy vagy egy üreset, vagy egy olyat, amin egy, persze, egy lebontásra váró ház áll. Mi a menete, hogyan kell elkezdeni építkezni? Ha például egy olyan telket vásárol, amin van egy épület, és ugye azt le kell bontani, akkor ugye korábban kellett kérni a bontási engedélyt erre az épületnek a bontására. Ma már ez nincsen, megszűnt. 500 légköbméterig bármit el lehet bontani engedély nélkül és enapló nélkül. 500 légköbméter felett pedig kivitelezési dokumentációt kell készíteni, amit fel kell tölteni a naplóba, viszont ugye ehhez se kell külön engedélyt kérni. Mekkora az az 500 légköbméter? Ez hogy hogyan kell ezt elképzelni egy földi halandónak, aki nem ért ezekhez a dolgokhoz? Hát ugye az alapterületet szorozzuk a magassággal. Általában ez viszonylag nagy épületet is jelenthet. Tehát ez az 500 légköbméterben elég sok minden belefér, akár egy háromosztatú lakóház is. És mi változtatta azt meg, hogy ugye eddig engedélyeztetni kellett egy bontást? Ezt miért törölték el, vagy könnyebbség ez az embereknek? Egyszerűsítés lehetett a háttérben, szerintem könnyebbség az embereknek, illetve gazdasági szempontból is jobb, mert ugye nem kell az engedélyezési eljárásért illetéket fizetni, és 500 légköbméter alatt el dokumentációt se kell készíteni. Ugye azzal vezettem föl a beszélgetésünket, hogy jogszabályváltozások léptek életbe a közelmúltban, erről beszéljen nekünk egy picit részletesebben, hogy milyen területeket érintett mindez. Hát ugye egyrészt ezeket a bontásokat érintette, amiről beszéltünk, másrészt pedig a lakóházak építését, ami korábban úgy nézett ki, hogy ha megvolt a telek, akkor elkészítettük a tervdokumentációt egy építéssel, ezt utána bevittük az építésügyi osztályra, megvártuk az engedélyt, az általában egy hónap volt, ezt utána föl lehetett tölteni az építési naplóba, és onnastól kezdve lehetett megkezdeni a kivitelezést. Jelenleg ez úgy néz ki, hogy elkészítettük a terveket, most már nem engedélyezési, hanem kivitelezési terveket készítettünk, ezt közvetlenül feltöltjük a naplóba, és 15 nap múlva lehet kezdeni a kivitelezést. Tehát kimaradt az engedélyezési eljárás. Milyen, ha lehet olyat kérdezni, hogy vannak-e furcsaságok, amiket tapasztalnak, vagy amilyen ügyekbe futnak önökhöz, ha esetleg egy-kettőt így ki lehetne emelni, persze név nélkül? Engedélyezési eljárással kapcsolatban? Például. Hát szerencsére azzal nem szokott probléma lenni, inkább ezek a szomszédi bejelentések szoktak néha érdekesek lenni, alaptalanok lenni. Előfordul az, hogy igazából valami más ellenérdek lehet a háttérben, és az épített dolog az igazából nem szabálytalan. Esetleg egy olyan érdekes dolog volt, hogy az egyik ingatlan tulajdonos húsfüstölőt szeretett volna építeni a lakóépülete mögé. Ezt előzetesen tőlünk kérdezte, hogy a lakóépülete mögé építhetem, mert hogy a szomszéd esetleg zavarhatja. Elmondtuk neki, hogy milyen védőtávolságokat tartson be. Majd megépült ez a húsfüstölő, és a sérelmezett szomszéd bejelentette felénk, hogy ugye ez zavarja őt. Majd mikor a helyszínen megtekintettük, akkor tapasztaltuk, hogy a két épület igazából egy ingatlanon helyezkedik el, és körülbelül 3 méter van a két épület között. És így a húsfüstölő az a szomszédos épületnek az ablaka elé épült meg. Milyen, ha már így távolságokról beszélünk, milyen távolságokat, tehát vannak szabványtávolságok, amelyeket portától portáig meg kell tartani, mert ugye lehet hallani olyat, hogy
hogy valaki virágokat ültet a szomszéd háza falához, és akkor a szomszéd bejelenti, hogy ne locsolják az ő alapját gyakorlatilag, vagy felépítenek ugye egy alsó épületet, vagy van-e szabványhatár? Igen, tehát ezek jogszabályban meg vannak határozva. Elsősorban a helyépítési szabályzatban minden településnek kell rendelkeznie ilyen szabályzattal. Ott meg van határozva, hogy mekkora lehet az előkert, az oldalkert, a hátsókert, illetve az építmények közötti legkisebb távolság. Hogyha ez valahol nincs szabályozva valamelyik településre, akkor ugye ezt az OTÉK szabályozza, ami mindenre kiterjed. És itt számukról most tudunk beszélni? Igen, előkert. Felhívjuk a figyelmét a nézőknek, ugye jön a tavasz, jön a locsolási szezon, meg az építkezési. Hát telepítési távolság, így növényekre vonatkozóan jelenleg nincs rá hatályos jogszabály, inkább csak ilyen elvek vannak, hogy mekkorák azok a távolságok, amiket be kell tartani bizonyos méretű növények esetében. Az épületekre vonatkozóan ugye az szokott lenni, hogy az általános, hogy az előkert az 5 méter, az oldalkert az minimum 4 méter, a hátsókert pedig 6 méter. Ezekben a védőtávolságokban épület nem helyezkedhet el, csak ha kivételes esetben a jogszabály ezt megengedi. És tehát ugye most a előkertről beszéltünk, ültetésekről, és például egy olyan, tehát egy olyan kérdés vetődött föl bennem, egy ismerősömnek van egy háza, és a szomszédháznak építettek egy előtetőt gyakorlatilag ugye így oldalra, ami majdnem elér tehát az ismerősöm házának a tetejéig gyakorlatilag, a tetőszerkezetéig. Ez szabályos-e, vagy nem szabályos? Tehát egy olyan vetődött föl bennem, hogy például ha tűz van, akkor a tűzoltók hogy tudnak oda bemenni? Igen, hát ugye ezt helyszínen tudnánk pontosan megmondani, hogy ez most szabályos vagy nem szabályos, de hogyha túl közel épül egy épület, akkor az több szempontból is szabálytalan. Egyrészt ugye a vizet rávezetheti a másik épületre, ebben így kárt tud okozni a másik épületben. Hogyha túl közel van, akkor ugye nem tudja a szomszéd a karbantartási munkálatokat elvégezni az ingatlanán, illetve tűz esetén könnyen átterjedhet a tűz. És nem tudom, hogy ilyen ügyekkel foglalkoznak-e még, esetleg ez érdekelheti a nézőket, hogyha mondjuk valaki tatarozza a házát, felújítja a házát, valamit építkezik, akkor a szomszéd köteles-e őt beengedni a saját portájára, hogy meg tudja a háza hátulját csinálni, vagy nem tudom, hogy ilyen előnök foglalkoznak-e? Hál' Istennek nem hozzánk tartozik, ez inkább a jegyzői hatáskör, birtokvédelem. Ehhez tartozik. Szokott azért ilyen előfordulni, hogy megkérdezik, hogy a szomszéddal nincs jó viszonyban, hogy köteles-e beengedni. Természetesen köteles beengedni előre egyeztetett időpontban. Tehát ez nem úgy működik, hogy én önállóan átmegyek akkor, amikor akarok. Előre egyeztetni kell. Hogyha nem tudnak megegyezni ebben a kérdésben, akkor első körben a jegyzőhöz kell fordulni, hogy birtokvédelmi eljárásban intézik ezt a dolgot. Hogyha korábban is volt már ilyen probléma, és nem tudtak továbbra sem megegyezni, akkor pedig a bírósághoz kell fordulni. Mi a tendencia egyébként itt, akár a mi városunkban, akár ugye azt mondta, hogy 3 járásnak intézik az építési, bontási ügyeit. Az építkezési kedv megnőtte, tehát egyre több építkezés van-e, vagy stagnál, vagy csökkent az elmúlt időszakot tekintve? A lakóépületek építése az megnövekedett az utóbbi időszakban, ez ugye köszönhető a CSOK-nak is, illetve az építési engedély egyszerűsítésének. Én azt mondanám, hogy most talán a mezőgazdasági beruházások kicsit háttérbe szorultak emiatt. Tehát akkor még egyszer, hol találhatják meg, és mikor önöket az ügyfelek? Karcagon az Ady Endre utca 4 szám alatt irodaépületben a hét minden napján, kedd kivételével, illetve csütörtök délelőtt kivételével. Köszönöm, hogy itt volt. További jó munkát. Köszönöm. Kedves nézőim, erre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és hát egy várva várt pillanat érkezett el, amit
mint a kicsit a Kánaán, hogy mindig mentünk felé, mindig haladtunk, közelebb voltunk, és szinte már nem is gondoltuk, hogy ez az örömteli pillanat el fog érkezni. Megtörtént az, hogy a települési területi operatív programokban már megtörténtek az első kiérkezések, már a polgármesterek örömmel hívogattak bennünket, országgyűlési képviselőket, egymást, hogy tényleg igaz-e, tényleg ami megjelent, az már tényleg kiértesítés a szerződésekről. És hát azért ültünk így össze, ennél az asztalnál sokkal többünknek kellene innülni, hiszen ha azt veszük, hogy kik dolgoztak ennek a munkának az előkészítésében, kik vettek részt, és én azt gondolom, hogy a jó példával Jászenkun-Szolnok megye jól vizsgázott, jól koordinálta, hiszen a megyei önkormányzat alelnökein, munkatársain kívül az előkészítésben részt vettek az országgyűlési képviselők, részt vettek a polgármesterek, konszenzusos döntést hoztunk, és hát Bene Ildikó megyei fejlesztési biztos az, hogy nem csak mint országgyűlési képviselő ül itt, hanem ő volt az, akit megbízta a miniszterelnökség, a kormányzat, hogy koordinálja ezeket a feladatokat, és ő a kormányzat részéről van, és azt gondolom, hogy ilyen szerteágazó pályázati munka, ilyen sok szereplővel, ilyen sok új szabályozással, amivel a kormányzat, a megyei önkormányzat, a települési önkormányzat és az országgyűlési képviselők vettek részt, ilyen nagy feladat én azt gondolom az elmúlt években nem volt, és azt látom, most már merem azt mondani, hogy kezd bebizonyosodni, hogy jól vizsgázott. A tegnapi nap folyamán az önkormányzatokat kiértesítették egy több mint 20 milliárd forintos összegről. Ez az 53,7 milliárdhoz képest, hogyha még belevesszük az útfelújítási összegeket, a paktumra elköltött összegeket, akkor az 53,7 milliárdból körülbelül olyan 30 milliárdot költöttünk már el, ezek vannak lekötve, ezekről vannak értesítések, ezekről lesznek szerződések. Én azt gondolom, hogy most már beindult ez a folyamat. És múlt héten Kunszentmártonon voltunk, amikor a közgyűlés döntött arról, hogy egy 40 milliárdos összegről döntöttünk. Én bízom benne, hogy folyamatosan jönnek a többi pénz és a többi szerződés is az önkormányzatokhoz, hiszen nagyon várják. Csak néhány apró dolgot megemlítek. Turizmusfejlesztés, ipari parkfejlesztésre ebbe a csomagba 2,8 milliárd forint van, helyi gazdaság fejlesztésre majdnem 1 milliárd forint, turizmusfejlesztésre több mint 2 milliárd forint, gyermekintézmények fejlesztésre 18 település kapott most értesítést, ez 2,6 milliárd forint, a zöld városokban 15 várost érintően 3,7 milliárd forint, környezetvédelmi infrastruktúra belvízelvezetésre 11 település 2 milliárd forint, helyi közlekedés fejlesztésre 20 települést 4 milliárd forint, egészségügyi alapellátás fejlesztésre 14 település 1,1 milliárd forint, szociális ellátás fejlesztésére 13 települést érintő majdnem 1 milliárd forint került kiértesítésre, és nagy összegek ezek, de körülbelül még egy ekkora nagyságrendű összegekre várunk. Én azt gondolom, hogy néhány héten belül azok a települések, akik most nem kaptak kiértesítést, azok is fognak értesítést kapni a nyertes pályázatokról. Ahogy ez az ütemezés zajlani fog, megkapták az értesítést, szerződéskötések lesznek, a szerződéskötések meglesznek, akkor már hozzá tudnak kezdeni a közbeszerzésekhez az önkormányzatok. Ha gyorsan zajlanak a közbeszerzések, akár a nyár végén, de ősszel már indulhatnak a munkák, és én azt gondolom, hogy nagyon sok település a megye minden településén
fejlesztés lesz. Vannak települések, ahol nagyobb, vannak, ahol kisebb fejlesztések. Én átadnám a szót először fejlesztési biztosasszonynak, hiszen ő is aktívan részt vett az egyeztetésben, és el kell mondani, hogy konszenzusos egyeztetésben, ha most megnézzük azt, hogy lakosság arányosan mekkora összeg lett elköltve egy-egy településre, akkor elmondhatjuk azt, hogy nincsenek kirívó, többet kapó települések lakosság arányosan, vagy kevesebbet kapó települések. Figyeltünk abba, hogy a megye minden térségéhez megfelelő fejlesztések jussanak. Erre figyeltek a polgármesterek, figyeltek az országgyűlési képviselők, és figyeltünk mindannyian. Én azt gondolom, hogy jó példával jártunk elő az együttműködésbe. Fejlesztési biztos asszonynak átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, alelnök urak, kedves sajtómunkatársak. Többször ültünk már itt valóban, amióta a topok egyáltalán elindultak, és a gondolkodás is elindult. Nagyon hosszú volt a folyamat, és egy teljesen új megközelítésben történtek a átgondolások, és ahogy elnök úr is mondta, bizony ebben nagyon sokat kellett dolgozni a településeknek, nagyon sok mindent át kellett gondolni, hiszen azért megvoltak azok a legfontosabb prioritások, amelyeket azért a topoknál figyelembe kellett venni. Tehát az, hogy a forrásoknak a 60%-án a gazdaságfejlesztést kell szolgálni, és nyilván ezek részben, mint ahogy elnök úr is mondta, közvetlen források, amelyek akár az iparfejlesztésben, egyéb területeken nyilvánulnak meg, és vannak közvetett segítők, mert egy útnak az építése, egy bölcsöde, egy óvoda, ezek azért nagyon komolyan hozzájárulnak a megtartó és a biztonságot nyújtó közeghez. Én azt gondolom, hogy felelősségteljes gondolkodás volt, én úgy gondolom a települések részéről, szükség is volt erre, és azt vesszük, hogy ebbe a megyébe a top források tekintetében a megye közel 54 milliárd, de ott van a város, hiszen a városnak is vannak feladatai, 15 milliárd, tehát ezek a fejlesztések azért nagyon komoly erőt képviselnek. Valóban így van, ahogy elnök úr is mondta, nagyon vártuk ezt az első etapot, hogy elindulnak már kvázi a megvalósításban is. Én azt gondolom, hogy ezek most már egy megnyugvást jelentenek, hogy most már lassanként jönnek a források és jönnek a szerződések. Én nagyon bízom benne, hogy eredményes a munka. Végignéztem most az elmúlt két évet, hogy hányszor egyeztettünk, hány fórumot tartottunk, hányszor mentünk, azért helyben is próbáltuk meg azokat a szakmai információkat, hiszen nagyon sok változás volt, nagyon sok mindenről kellett tájékoztatást adni, nagyon sok szakmai kérdés volt, amit együtt végig kellett gondolni. Én tényleg azt tudom mondani, hogy sokszor nehéz döntéseket meghozva, de nagyon korrektül együttműködött mindenki, úgyhogy én ezért csak köszönetet tudok mondani, és nagyon bízom benne, hogy ezek a tervek, amelyeket most már amelyek meg az indulásánál vagyunk, ezek érdemben, és nagyon lényeges változást fognak hozni a települések életében. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a fejlesztési biztosasszonynak a hozzászólását. Én azt gondolom, hogy korrekt együttműködés volt, és csak belegondolva az, hogy mondta, hogy hány egyeztetés volt, én is felírtam meg kollégám segítségével, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, hiszen kezdtük a helyzetfeltárással, távlati célok kialakításával, ez már olyan távoli múltban van, hogy már szinte alig emlékszünk rá. A területfejlesztési koncepciót meg elkészítettük a pályázatokhoz, akkor a fejlesztéshez szükséges programokat számba vettük, miket kell fejleszteni, a top megyei kereteinek felhasználásának irányelveit kidolgoztuk, és nagyon sok egyeztetés volt járási szinten, önkormányzati szinten, polgármesterekkel, országgyűlési képviselőkkel, intézményvezetőkkel. Én azt gondolom, hogy ez most már kezd beérni, és hát Jász-Nagykun-Szolnok megyét nem véletlenül hívják Jász-Nagykun-Szolnok megyének. Alelnök kollégáim, ők nem csak a megye egészéért felelősek, hanem egy meghatározott területet is kell nekik vinni. Piroska Miklós alelnök úr
behatóbban és jobban foglalkozik a jársági fejlesztésekkel, azon kívül, hogy az egész megyével, Benes Zsolt alelnök úr pedig a megye déli részével, avval a régióval, tehát ők plusz munkát is végeznek ezeken a területeken. Én szeretném, hogyha ugye a régió szinten a megye egészét tekintve, de egy kicsit ennek a régió szinten is szólnának néhány szót. Nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket. Sikerült a mai kihelyezett emlékülésről visszaérni Szolnokra. Azzal kezdeném, amire elnök úr utalt, hogy az alelnökök között ugye differenciált területi elvek mentén differenciált feladatmegosztás is van. Ebből adódóan ugye jó magam jászberényiként, jászberényi delegáltként, a jászság delegáltjaként vagyok jelen a közgyűlésben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ettől függetlenül azonban, hogy területi elvek mentén differenciált feladatokkal rendelkezünk, ki kell emelni azt az együttműködést és azt a munkát, ami a megye egészét és a jászságot összekapcsolja. Biztos vagyok benne, hogy a alelnök kollégáim hasonló véleményen és állásponton vannak, de én úgy gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor ilyen örömteli hír közlésével érkezünk, meg kell, hogy emlékezzünk arról, hogy bár nagyon messziről érkeztünk, de elértünk ahhoz a célhoz, amit a legelején a megyei közgyűlés és a megyei parlamenti képviselők kitűztek maguk elé. Én úgy gondolom, pont a mai napon volt szerencsém Jászberény város polgármesterével egyeztetni ezekről a projektekről. Nagy örömére szolgált, hogy Jászberény is több támogatói döntésről értesült, és megkezdődik a támogatási szerződések megkötésének a folyamata, de a teljes jászság egésze, hogyha az elnök úr által előbb említett második körös miniszterelnökségi jóváhagyáson túl vagyunk, 10 milliárd forintot meghaladó forráshoz fog jutni. Ez minden települését érinti a jászságnak, és azt gondolom, hogy a legelső pont, amire utalt fejlesztési biztos asszony is, az az volt, hogy egységben a megye erős. A megye úgymond kivonult a jászságba is, mindkét jászsági járásban egyeztetést tartott az összes járási polgármesterrel, a parlamenti képviselőnk Pócs János jelenlétében, és arra törekedett, hogy bár az igények mint mindig jóval magasabbak, mint a rendelkezésre álló forrás, de próbáljunk egy olyan konszenzusos megoldást kialakítani, mely eredményeként minden egyes település valamely területen előrelépést tud elérni. Én úgy gondolom, hogy elismerés elnök úrnak is, és fejlesztési biztos asszonynak is azért a koordinatív szerepért, mely keretén belül összefogta a megye összes szereplőjét, legyen szó a képviselőkről, a polgármesterekről, vagy a megyei közgyűlés tagjairól, és konszenzusos döntést tudtunk hozni mindannyiunk jövőjének érdekében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent jeles képviselőit. Én azt hiszem, hogy csatlakozva az előttem szólókhoz, a polgármestereken, az állampolgárokon és rajtunk kívül már csak önök várták jobban, hogy egyszer a TOPP-ról, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programról ne csak előkészítésében, hanem megvalósításában is beszélhessünk, ezáltal önök hírt adhassanak róla. Igen, eljött az a pillanat, amikor a hírek önökön keresztül most már nem arról szólnak, hogy van egy forrás és előkészülünk és felkészülünk, hanem most már arról szólhat a híradás, hogy a munka, az építkezés képletesen szólva ténylegesen megkezdődhet, ténylegesen elkezdődhet, hiszen a támogatási döntések egy komoly része megszületett. Pont ezért kettősséggel bír számomra ez a sajtótájékoztató, hiszen lezárunk egy korszakot, egy előkészítő korszakot, egy tervezési időszakot, ami nagyon komoly munkát adott a polgármestereknek, az önkormányzatoknak, de ezzel együtt nekünk is a megyei önkormányzatnál, akár ha a hivatalt tekintem, akár pedig az elnökséget magam mellett. Én köszönöm szépen elnök úrnak és fejlesztési biztos asszonynak, hogy ezen a sajtótájékoztató lehetőséget adott nekünk arra, hogy ne csak globálisan az egész megye
topos kereteiről és információiról beszéljünk, hanem letekinthessünk lokális helyi szintre is, és megnézhessük, hogy a Jászságban, a Tiszazukban, Törökszent Miklós, Mezőtúr és Szolnok térségében mi az, ami az elmúlt időszakot jellemezte, és mi az, ami bízunk benne az elmúlt következő időszakot fogja jellemezni. Nos, mint ahogy elhangzott, alelnökként én a megye Tiszazugi részéért, a mezőtúri és Törökszent Miklósi járásokért vagyok feladataimban felelős többek között. Ez az én fókuszcsoportom, amelyre a napi munkám során igyekszem kiemelten figyelni. Ha ezt a térséget nevezzük térségnek, ezt a térséget vizsgálom az elmúlt 2-2 és fél év tekintetében a terület és településfejlesztési operatív programok kapcsán, akkor kettő szó jut eszembe, ez a konszenzus és az együttműködés. Konszenzus és együttműködés jött létre 23 település között, amely azt eredményezte, hogy az egyéni érdekeket, bár tudjuk, hogy minden polgármesternek a legfontosabb a saját települése és a saját érdeke, azonban mégis a térség fejlődéséért, dinamikus fejlődéséért létre tudott jönni egy olyan konszenzus, egy olyan együttműködés, amely azt hiszem, hogy hosszú távon fogja a fejlődést szolgálni. És ennek eredménye, hogy kis településtől, a legkisebb településtől, a legnagyobb településig, most már elmondhatjuk, hogy mind a 23 település, ami ebbe a térségbe van, mindenhol fog terület és településfejlesztési operatív programos forrásból megvalósulni kisebb, avagy nagyobb fejlesztés. Én azt hiszem, hogy ennek a terület és településfejlesztési operatív programnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tiszazug, Mezőtúr és Törökszent Miklós térsége az egyik legnagyobb nyertese lesz. Olyan dinamikus fejlődés, olyan változás indulhat meg a több milliárd forintnak, ami ide fog jönni a topon keresztül, olyan fejlődés fogja jellemezni ezt a térséget, amely az elmúlt években, de talán bizton állíthatom, hogy az elmúlt évtizedekben nemhogy nem történt meg, de elképzelhető sem volt. Amire elnök úr már célzott, hogy most döntés született, támogatás született jó néhány pályázatban, kijelenthetem, hogy ez már most több milliárd forintot jelent a Tiszazugnak, Mezőtúrnak és Törökszent Miklós térségének. Az előkészítő munka, mint mondottam, kétrétű volt, lokális és globális egyaránt. Lokális volt a tekintetben, hogy minden polgármesternek, minden képviselőtestületnek, az én térségemben is vannak vágyai, voltak vágyai, álmai, amelyek azt hiszem, hogy sokszor 54 milliárd forintra is elég lett volna, azokat is megtöltött volna tartalommal, azonban láttuk azt, hogy nem minden esetben vannak ezek a pályázatok kellően szakmailag megalapozva, ezért egy nagyon komoly globális munkát is igényelt a megyei önkormányzattól, tőlünk az elnökségtől azt, hogy a projekteket valamilyen szinten szűrjük, vagy a projekt kezdeményezéseket segítsük, projekteket generáljunk. Fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon sok olyan kis település van a Tiszazugban, ahol nem biztos, hogy a polgármesteri hivatalok kellő számú pályázatokkal foglalkozó szakemberrel rendelkeznek. Fontos, hogy ezeken a településeken a megyei önkormányzat, a közgyűlésben mi, illetve én személy szerint, és itt meg kell említenem a térség országgyűlési képviselőjét, Boldog István urat, nem engedtük el a kistelepülések kezét, igyekeztünk a pályázat teljes beadási időszakában mellettük állni és segíteni őket, hiszen tudjuk azt, hogy attól, mert van egy jó ötlet, van egy jó projektterv, az még nem egyenlő azzal, hogy pályázati dokumentációt készítünk és sikeresen pályázunk a különböző elektronikus felületeken, úgyhogy ez a fajta globális munka is az együttműködésre volt egy kitűnő példa, amelyben a polgármesterek, a térség országgyűlési képviselője, valamint személy szerint én is közreműködtem a megyei önkormányzat részéről. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp személyes sikerként könyvelhetem el a magam részéről is. Fontosnak tartom elmondani azt, hogy a nyilvánvaló politikai szerepkör mellett azért nekünk itt a megyei önkormányzatnál, az elnökségben is fejlesztés
politikai szakemberként is kellett vizsgáznunk. Én úgy gondolom, hogy az akadályokat jól vettük, hiszen fontos elmondani azt, hogy ez az közel 54 milliárd forint, ez nem jön ingyen. Ezért nekünk vállalnunk kellett nagyon komoly indikátorokat, nagyon komoly szakmapolitikai mutatókat, amelyeket rajtunk fognak számon kérni. És amikor egy-egy projektről, egy-egy pályázatról a tervezési időszakban beszéltünk, nekünk mérlegelnünk kellett, és a megyei fejlesztési tervekbe ezeket be kellett illeszteni. Többek között létrehoztuk a TKKR-t, ami a megyei területi kiválasztás és kritériumrendszer, tehát nagyon komoly szakmapolitikai kérdésekben kellett állást foglalnunk és nap mint nap dolgoznunk. Lehet, hogy elcsépelt fogalom az, hogy együttműködés és összefogás, azonban mégis ki kell emelnem, hogy a tiszazugi, törökszentmiklósi és mezőtúri térségben egy nagyon széleskörű összefogás jött létre, amelynek kézzel fogható eredménye egy nyilatkozat lett, egy együttműködési szándéknyilatkozat lett, amelyet a 23 település polgármestere aláírt Boldog István képviselő úr kezdeményezésére, amely kézzel foghatóan szentesíti azt, hogy a térség fejlesztési céljai, fejlesztési érdekei előrébb valók az egyéni politikai és egyéni érdekeknél. Örülök annak, hogy a következő időszakban olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek az emberek hétköznapi életét érinti, orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék fognak megújulni, épülni, és emellett olyan ipari és helyi gazdasági beruházások valósulhatnak meg, amelyek azt hiszem, hogy megalapozzák azt Jászlikun-Szolnok megyében és így a Tiszazugban is, hogyha 2020-ban az Európai Uniós források rendszere átrendeződik, akkor is a fejlődés töretlen maradhasson és stabil legyen a gazdasági helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, igyekszem rövid lenni, mert délután van és még remélhetőleg nagyon sok kérdést fog kapni a itteni grénium. Magam részéről tudni kell, hogy a elsődlegesen, mint megyei alelnök, a megyei jogú város Szolnok és a megyei közgyűlés közötti kapcsolattartásért és harmóniáért vagyok felelős. Úgy gondolom, hogy ez megvan. Ebben a folyamatban nekem viszonylag kényelmes szerepem volt, hiszen Szolnok város saját nagy, hatalmas elosztható keretet kapott, és úgy gondolom, hogy városi szinten ezt megfelelően fogja elosztani és megfelelő döntést fog hozni. Úgy tudom talán, hogy erről már a sajtó is értesült. A város mellett ezt a területet érinti, a Szolnok járás és az ahhoz tartozó települések Szolnokon kívül. Én is elmondhatom, hogy ezek a települések méltányos, nagyon-nagyon jól jövő pénzeket fognak kapni, és itt is jellemző volt az, ami a megye valamennyi településénél, hogy az első nagy lelkesedés után, amikor még négy település szeretett volna cukorgyárat, mindenki vissza tudta fogni a lendületet, és a végére valóban egy együttműködésen alapuló, harmonikus és mindenki számára remélhetőleg kielégítő döntés alapján megérkeznek a pénzek. Nagyon sok köszönet hangzott el. Fejlesztési biztos asszony elnök úr felé, én kiemelném még az úgynevezett DEB szerepét, ez a Döntés Előkészítő Bizottság elnök úr vezetésével és alelnök társaim nagyon hatatos közelműködésével, kiegészülve a frakciók egy-egy képviselőjével, tulajdonképpen a finisnek a legnagyobb munkáját ők végezték el. De azt hiszem, hogy köszönet illeti a hivatal valamennyi dolgozóját, akik, ha jól számolom, 4-5 éve kőkeményen dolgoznak ezen a folyamaton, és valóban a szakmai rész az ő vállukon, a szakmai részter az ő vállukon volt. Én még megköszönném azoknak a cégeknek is, részben ismeretlenül, akik segítettek a pályázatírásban az egyes településeknek, és nem utolsó sorban, mert utolsóként említem önöket, a sajtóképviselőit, akik úgy gondolom, hogy eddig is partnerek voltak, és a mostani sajtótájékoztatót követően is hitelesen fogják tájékoztatni a lakosságot ezekről a pozitív döntésekről. Köszönöm szépen. Arra a dologra hívnám fel az itt lévők figyelmét, hogy több mint 53 milliárd forintról döntöttünk. Ez hatalmas összeg, és amikor több mint 70 település igényeit kell kielégíteni, akkor ez mindig vita van róla, akár veszekedés,
egymásnak feszülnek az igények, az álmok, a szándékok, a lehetőségek. És azért hívnám fel a tisztelt sajtó képviselőit, hogyha körbe megyünk a megyébe, meghallgatjuk a szereplőket, akik ebben részt vesznek, akkor azt lehet hallani, hogy az emberek tisztában voltak a lehetőségekkel, a polgármesterek tisztában voltak a lehetőségekkel, meghoztuk a lehető legjobb konszenzust, amit tudtunk hozni, és igazából akár politikai közmegegyezés, egyetértés van ezekben a döntésekben. És én még egyszer megköszönöm azoknak, akik részt vettek benne a hivatalba, akár Lakatos István osztályvezető úr által vezetett csapatnak, a megyei területfejlesztési ügynökség csapatának, ez a szakmai rész. De jelesre vizsgáztak a polgármesterek, nagyon segítettek az országgyűlési képviselők, hogy azokat a túlzott igényeket, amik néhány településnél volt, egyenesbe tegyük. Én meg akarom itt köszönni fejlesztési biztos asszonynak, Bene Ildikónak, Pócs János képviselő úrnak, Boldog István képviselő úrnak, dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, hogy ők is tudtak engedni. Nem az erőpozíciójából küzdöttek a saját térségükért, hanem tudták azt, hogy engedni kell a többiek fejlődését is, és ezért nem hallatszik, amire felhívnám a sajtóképviselőt, ezért nem hallatszik a vita, ezért nem hallatszik a veszekedés, ezért olyan, mintha mindenki örülne, és nem mintha mindenki örülne, hanem mindenki örül ezeknek a döntéseknek, úgy, ahogy alelnök úr is mondta, ennek többszörösét el tudtuk volna költeni, tehát tudtunk volna mi sokkal jobban nyújtózkodni, mint ez az 53,7 milliárd forint, és ez a legfontosabb, hogy Jászlóskun-Szolnok megye hiába van a neve három részből, egységes maradt, és ez nagyon biztató a jövővel kapcsolatban is, hogy egy irányba tudunk húzni. Itt mindenki a megyénél, az önkormányzatoknál, az országgyűlésnél, a kormányzat felé való támogatásban mindenki egyetért. Én azt akarom, hogy maradjon is így, mert hát legjobb dolgozni nyugalomban, egyetértésben, és nem csak dolgozni jó, hanem élni is így jó. Én köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, kedves kollégáknőket, kollégákat és a végzős diákok képviselőit. Hadd mutassam be azokat, akik velem érkeztek, először a hölgyeket, Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, dr. Czap Enikő aljegyzőasszony és Gyurcsek János alpolgármester úr. Van még itt támaszomra, és tessenek megengedni, hogy kimentsem Róra Sándor jegyző urat, illetve Szepesi Tibor képviselő urat, ők minketten itt szoktak lenni, de hivatalos elfoglaltságuk most ezt nem teszi lehetővé. Kötődésük annyi többek között, hogy Róra Sándor jegyző úr is a jogelőd iskolában érettségizett, Szepesi Tibor képviselő úr pedig a körzet képviselője, így vigyázó tekinteteit mindig az iskolán tartja. Tisztelt jelenlévők, örülök, hogy találkozhatunk, és mindig nagy megtiszteltetés és egy megható pillanat az, amikor a Szent Annai Sámuel Középiskola végzős diákjainak képviselői, illetve az osztályfőnökök eljönnek így a tanév vége felé ballagás környékén, ballagást megelőzően, és elköszönnek a várostól, elköszönnek a város vezetésétől. Komolyan mondom, hogy ez egy szép gesztus és egy megható pillanat, és hálásak vagyunk ezért minden évben. Örülünk, hogy így van ez a mostani esztendőben is, és nagy szeretettel látjuk Önöket itt, ezek között, a falak között. És ezek után gondolom, hogy át kell adnom a szót valamilyen úton, módon. A forgatókönyvet nem beszéltük meg, de nagy valószínűséggel nem én nekem kell beszélnem a nap hátra lévő részében, itt közösen egymás között. Ugye jól sejtem. Ki következik? Tessék, parancsolj! Az iskolán és a Jézus azt tette, hogy
segítsége nélkül, semmilyen sok nélkül nem tudtunk volna ilyen messzire. És akkor most már valóban tessenek fölcsön helyet foglalni, és akkor még mindenképpen egy pillanatra magamhoz ragadnám a szót és a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük a elismerő szavakat, és valóban hálásak vagyunk ezért, de az igazi köszönet nem nekünk jár, hanem mindenképpen az iskola vezetésének, az osztályfőnököknek, a szaktanároknak, és nem utolsó sorban azoknak a diákoknak, akik szorgos, kitartó munkával eljutottak eddig a pontig, amikor is valóban egy nagyon szép ünnepség, gondolok itt a ballagás után, egy komoly megmérettetésen mennek keresztül, és az érettségén be tudják bizonyítani, hogy az elmúlt évekbe fektetett munka tanulásának meghozza a gyümölcsét, és lesz eredménye. Én kívánom mindannyiunk nevében, hogy így legyen, hiszen ez egy nagyon fontos része minden fiatal életében, nagyon fontos rész, hiszen ekkor lép át egy olyan küszöböt, amikor valóban már nem csak jogilag válik nagykorúvá, hanem eljut a tudásszerzésnek egy olyan fázisába, amit olyan módon kell tudjon kamatoztasson, ami a elkövetkezendő évtizedeit meghatározza. Remélem, hogy mindenki nagyon szépen felkészült az elmúlt évek során, és kívánom azt, hogy egy kiváló érettségi eredménnyel a Tarsolyban tessenek nekivágni a élet további szakaszára, ki ilyen, ki olyan formában, mert nyilvánvalóan ez minden egyén esetében másképpen van, valaki továbbtanulást szeretné választani, valaki esetleg valamilyen egyéb más, akár munkába állást választ rögtön. Én kívánom, hogy mindenkinek teljesüljön az óhaja kívánsága, és állja meg a helyét az élet bármely területén, nagyon hasznos polgáraként az országnak. Azt meg külön köszönöm, hogy ezt az intézményt tetszettek választani. Erre mindig nagy súlyt fektetett a város vezetése, hogy a karcagi diákok, illetve a karcagi illetőségű fiatalok, azok Karcagon végezzék el a középiskolai tanulmányaikat, és más településekről pedig jöjjenek ide fiatalok, hiszen az iskoláink olyan színvonalak, ahol olyan tudást lehet szerezni, ami egy biztos alapot jelenthet a későbbi évek tekintetében. Nyilvánvalóan egy előérettségiként itt mindenki meg fog szólalni, mindenkit végig fogunk kérdezni, hogy nem tételekből, tehát nem lehet most tételt húzni,
nincs ilyen választási lehetőség, hanem egyéni kérdésekkel fogjuk zaklatni a kedves tanulók idegrendszerét, hogy meg tudjanak nyilatkozni, meg be tudjanak mutatkozni nekünk, hogy kinek milyen terve van a továbbiakban. Nagyon sok sikert kívánok nektek, önöknek, a érettségén. Szorítunk mindenkiért külön-külön. Gondolom, hogy a kellő izgalom már mindenkiben megvan. Mindenében elmondom, akinek a lelkiismerete tiszta és szépen, alaposan, tudatosan készült a érettségire, annak olyan nagyon nagy baja nem lehet, hiszen a kollégák, pedagógus kollégák, azért tudom, mert én magam is 22 éve tanítottam a református gimnázium jogelődjében, a Gábor Áron gimnáziumban, arra törekedtek mindig és törekszenek, hogy természetesen a szabályok betartása mellett segítsék a diákokat. Senkinek nem érdekel az, hogy rosszul érettségizem bárki. Mindenkiből azt szeretnék kihozni, ami a fejében van, nem a nem tudását. Ehhez persze kell egy társ is a diákok személyében. Remélem, hogy így lesz. Sok sikert kívánok! Akkor most már a fiataloké a szó, innentől kezdődően kezdjük, valamelyik oldalon kezdjük. Csak így ülve persze, hogy most már ilyen családiassal veszik a hangulatot. Nyilvánom egy világgyors bemutatkozás, milyen osztály képviselője, aki éppen megszólal, és egyéni tervekről maximum egy 20 perc fél órára. Ez nem lenne, de pár vagyok, 12. C-osztályos tanulom és a belügyi rendészeti képviselőm. Hát a tervem az, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem szeretnék menni tovább tanulni, a hadtudományi és honvédtiszt képzésre arra, és ott katonai logisztikát szeretnék tanulni. Köszönjük szépen! Én Tóth János vagyok, szintén a 12. C-rendészeti osztályban. Én a közeljövőben még szeretnék tenni egy szakmát, esetleg egy hegesztőt vagy egy szerkezetlakatost, utána pedig fotográfusként is szeretnék tenni egy képzést. Húha, ezek nagy ugrások így. Hát igen. Elég nagy ugrások, akkor univerzális tetszik lenni. Nagyon szép. Köszönjük szépen. Kisasszony? Én Bíró Örgyen vagyok, a 12-á képviselem. Mezőgazdasági szakmacsoportot. Hát elképzelésem az, hogy sikerüljön az érettségi, aztán majd mivel látjuk. Köszönöm szépen. Tessék meg! Cica Károly vagyok, a 12. Környezetvédelmi vízgazdálkodás szakmacsoportot képviselem. Hát célom az, hogy először sikerüljön az érettségi, utána egy technikus képzést szeretnénk elvégezni ugyanint az iskolában. Köszönöm szépen! Konci János vagyok, a 11. osztály képviselő. Tervem a jövőben, hogy munkába álljak. És milyen jellegűben? Ugyanabban a mezőgazdaságban. Van már konkrét dolog? Hát már megvan a hely, de utána szeretnék pályázni, és saját céget alapítani magamnak. Na, legjobb. Fiatal az a pályázatot szeretném elindítani. Köszönöm szépen! Bak László vagyok, 11. osztályos tanuló, itt az iskolában egy mezőgazdasági gépész szakma, de már szakközépnek nevezik, ezután még szeretnék érettségizni. Köszönjük szépen! Hát én Földesanna vagyok, én már 6. éve vagyok itt a Szent Tanhelyben, most már technikusként, környezetvédelmi technikusként. Hát most ha ezt elvégzem, egy gátörként fogok dolgozni. Igen, vízőrgát, most vettek fel, úgymond, és levelezőn környezetvédelmi mérnöki vagy. Ez hasonló, de az a könyvvezető szeretnék majd lenni. Úgyhogy... Annak tovább valamikor. Igen, követni még meg. Hát igen, most ez alakult munkára, sajnos máshova nem tudtam munkahelyet találni, úgyhogy ez lesz, de ez mellett hál' Istennek tudok majd tanulni, és meg egy fizetés, és lesz, úgyhogy tudom magamat úgymond támogatni. Úgyhogy majd így. Köszönöm.
Ez akkor mit lehet, hogy majd találkozunk, mert a filmvezetők általában itt a hivatalban szoktak tényleg. Az lenne az álom, meg úgyhogy a cél. Érdekes. Kimatásad is. A környezetvédelem is nagyon szép, és az az iskola a Szolnon terveződik. Melyik iskolába, melyik felsőoktatási intézményben tetszik tervezni? A környezetvédelem? Igen. Az a Budapesti Műszaki Egyetemnél néztem. Értem. Köszönöm szépen. Legalább beveszi a tervet a vállamról, mert a polgármester is adhat össze párakat például. Csak ő nem itt, mert én Hunyegyesi vagyok, úgyhogy ő sajnos nem vagyok. Hát majd elszívás, de köszönöm szépen. Tessék, parancsolj! Hát én Somogyi Béte vagyok. Én is 14. osztályos vagyok a Szent Tanányban, jövő környezetvédelmi technikus. És egy nyárára sikerült a... Mert én falusi vagyok, tiszaörösi, és nekem nyárára sikerült a tiszaörösi vízműre elhelyezkednem, dolgozni. Hát így... Szeretnék minél tovább ott lenni, de hogyha sikerül, akkor még szakmában tovább tanulási szándék, vagy több irány, hogy több lábon is meg tudjam állni a helyen. Értem. Úgy legyen. A leérettségiztem szeretnék a Szegedi Tudományi Egyetem társadalombiztosítási szakára menni. Az is egy érdekes pálya, de az egy jó. Annak van jövője. Annak is van jövője. Teljesen a sokkal. Köszönöm szépen, szerszik a napot. Én Vácsa vagyok, 12. B-osztályos tanuló. Én a mezőgazdasági gépészeti csoportot képviselem. Hát az érettség után én még leszeretnék itt húzni egy évet, a technikusit elvégezni, utána meg a Gödöllő Szent István Egyetemen gépészmérnöki karán, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészkarán szeretnék tovább tanulni. Ez a technikus kérdés akkor ezek szerint egy éves. Már most már egy éve. Nekünk még kettő volt. Hát a lányoknak mindig több kell. Mert elég már egy is. Vagy egy menetőben változott a pálmány? Változott a szerint. Jó van. Hát ez nem csak úgy letudni kell, hanem úgy közben néha nem már tanul is, mert akkor lehet eredményesebben esetleg felvételni majd örülőre. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Picsre Dóra vagyok, a 12. D-osztály nyelvi osztályával jöttem. A Szegedi Tudományi Egyetem bölcsi és tudományi karáról az angisztikai szakra szeretnék tovább tanulni. Na szép, nagyon szép. Elképzelés. Köszönöm szépen. Végül, nem utolsó sorban. Lavanc Fanni vagyok a 12. D-nyelvi osztályából, és az Edi Eszterházi főiskolára szeretnék majd menni óvodai pedagógusnak. Óvoda pedagógus? Igen. Ilyen kérdés is van már? Ezek igen, szerint? Van. Nyilván, igen, igen, igen. Ezek után már nem a pitteli program, hanem ugye nagyokra gondoltam, mikor lesz a szererát, mikor lesz a ballagás, milyen formában, a megszokott formában, és mikor kezdődik a nagy megérettetés, és milyen sorrendben, gondolom, hogy a hagyományoknak megfelelően magyarral kezdődik, de lehet, hogy ebben is történt már változás. Lásnyi Rózsajnak vagyok a 12. C osztály osztályfőnöke, nyilván egy rendészeti szakirányt próbáljuk összefogni, és hát a ballagás előkészületeiben benne vagyunk vastagon, hiszen szombaton ugye már itt is van az esemény. Reméljük, hogy nem fogunk úszni, nem kell szánkóval lennünk. Mostanában az időjárás ugye elég huncut, de reméljük a legjobbakat. Nagyon hosszú lesz most a városi menet. Ha jól emlékszem, 69 járművünk van eddig. Hát ez most az évekre visszamenőleg az egyik leghosszabb felvonuló menet lesz. És hát, most csak közben kérdelek, ez mindig egy gépjármű. Lovas kocsi is van benne, lovas is, igen, tehát összesen. 13 személygép, hogy 44 traktor, meg két szintén osztály fölött tetszik lenni? Nem, csak. De segít az összeállításban. Tehát akkor nem csak gépjármű, hanem lovas is van. Így van, így van, így van. Járműnek is vannak. Igen, igen, hát el is mutatja, hogy azért egyre gazdagabb az intézmény. Igen, igen. Két járművek tekintetében. Ebben vannak külső járművek is nyilván, de tehát a saját gyerekeink révén jönnek ezek a járművek. Készülünk az írásbelire, hétfőn megkezdjük, de azt hiszem, hogy a többieknek is jusson szó, így van. Köszönjük szépen, de köszönjük a segítséget azért.
Tessék, parancsoljon. Papné Benesócke Mária vagyok, a 12. A osztálynak az osztályfőnöke. Az osztályom két szakmacsoport képvisel, a mezőgazdaság és a környezetvédelem vízgazdálkodás. Reményeim szerint az érettségén ügyesebb lesznek a diákok, és a technikusi képesítésre is tudnak majd maradni. Így akkor lehet, hogy még egy évig boldogítjuk egymást. A felvonulás tekintetében mi a elején fogunk ülni lovasintóval, a Karcagi Kólogarda segítségével, valamint néhány diákon a Karcagi Cselhát Kft. Segítségével, ugye kombájn, illetve traktorokkal fog fölvonulni, és színesíti majd a ballagást. Köszönöm szépen! A hölgyek először, és utána az urak osztályfőnökként. Tessék valamit! Szabó Klinte, matematika és mezőgazdasági gépész szakmacsoportot fogom össze. Olyanok voltak nekem, mint egy anyának a két gyereke, mert ha az egyik valami rosszat csinált, rá haragudtam. Ha a másik csoport csinált valami rosszat, rájuk haragudtam. Viszont egyformán szerettem őket, és remélem, hogy meg is érdemlik ezt a szeretetet, és majd hálával visszagondolnak majd évek múlva, hogy jó volt ebbe az iskolába, meg ebbe az osztályba járni. Én ebben biztos vagyok, hogy így lesz. Tehát azért azt tudni kell, kedves fiatalok, hogy ez az életeteknek az egyik legszebb része, a legszebb 4 éve. Nyilvánvalóan a továbbtanulás is adhat még nagyon-nagyon sok élményt, ott már egy picit több szabadsággal. Az még olyan időszak, amire nagyon oda kell és érdemes odafigyelni. De persze igen, van talán őnek, tehát ez olyan időszak, ami sose törlődik ki az ember emlékezetéből. Én azt hiszem, az idősebbek megengedik, hogy ezt mondjam, mert akkor volt az ember fiatal, még ha kötöttségek voltak, mégiscsak egy szabadság megvolt mindenki előtt, hiszen szerintem a tanulással kellett előttek is foglalkozni semmi egyébben, nem nyomasztott semmiféle munka, család eltartása, betegségek, hát ilyen fiatal mindenki még makkegészséges, úgyhogy ez természetesen könnyítja a dolgokat, és lehet, hogy ilyenkor még nem érzi a érettségiző, hogy mert a helyzet az, hogy ez mind kimarad a diákok életéből, és ez nagyon könnyíti. És remélem, hogy valóban szép emlékekkel, szép élményekkel lettek gazdalompak a diákok. Már még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy én biztos vagyok benne, mert így jártam én is, hogy az emlékek megszépülnek, ahogy telik az idő. Ez is igaz. Örök igazság. Köszönjük szépen. És találunk a következnek. Tessék, parancsolj! Csirei Péter vagyok. A iskolánk egyetlen 3 éves szakképző évfolyamának az osztályfőnöke. Most már az új neve szakközépiskola lesz. Itt a gyerekek ugye, nem érettségiznek, hanem szakvizsgát tesznek. Május 15-én lesz az írásbeli, és május utolsó napján is június első napján lesz a szóbeli. És akkor reméljük, hogy sikerülni fog. Hát itt a gyerekek inkább gyakorlati téren jeleskednek, és ugye, ahogy János is mondta, sokan szeretnének vállalkozók lenni. Ugye környéken, tehát mezőgazdasági vállalkozók, szinte mindenki már korábban is ugye gépen volt, dolgozott. Úgyhogy reméljük, hogy ezen a téren fognak jeleskedni. Köszönöm szépen! Tanárul! Farkas Dezső vagyok, a 14. A-osztálynak az osztályfőnöke. Ez egy összevont osztály, környezetvédő technikust és mezőgazdasági gépésztechnikust képzünk. A mezőgazdasági gépésztechnikusok úgy járnak, hogy gyakorlatuk van, és az öltönyük a ballagásra készülve beadásra került a tisztítóba. Legalábbis annál, akit kiszemeltünk, hogy jöjjön velünk, úgyhogy elnézést kérünk, hogy csak a környezetvédők képviseltetik magukat. Mi is írásbeli vizsga előtt állunk, május 15-én, aztán május utolsó napjaiban lesznek a szóbeli és a gyakorlati vizsgák. Én az utóbbi időben már mindig technikus osztályoknak voltam az osztályfőnöke, és elmondhatom, hogy egyik legjobb évfolyama mostani. Hát csak annyit, hogy
osztály fele jutalomkönyvbe fog részesülni, hogyha majd önök közül valaki megtisztel bennünket a vallagáson, akkor tapasztalni fogja. Nyilván többen indultunk, mint amennyien most végeznek, akik bizonytalanok voltak abban, hogy valóban ez a megfelelő szakma nekik való, azok időközben lemorzsolódtak, vagy pedig voltak olyanok, akik felvételt nyertek a felsőfokú képzésbe, és azért félbehagyták a technikus képzést. Úgyhogy én is megdicsérem őket, és hát annyit szeretnék még hozzátenni, hogy együtt vallagunk az iskolából, én nyugdíjban, ők pedig. Ilyen fiatalon korengedménnyel találtál? Hogy? Ilyen fiatalon korengedménnyel? Igen, tehát így óvodás korba sikerül el. Köszönjük szépen, találunk. Kétán Dániel vagyok, a 12. D-osztály, emelt angol és emelt német nyelvű csoportjának az osztályfőnöke. Az érettségi az megmondom, hogy elég nagy reményekre adok ott, mert ugye maga az osztály, az emelt nyelvű osztály 4 éven keresztül a legjobb vagy a legjobb, vagy majdnem a legjobb átlaggal átlagot ért el. Az osztálynak a jó 2/3 nyelvvizsgával rendelkezik, van, aki már több nyelvvizsgát is, lehet valami felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az osztálynak szintén jó 2/3 a felsőfokú oktatási intézménybe adta be a jelentkezését. Emellett vannak olyanok, akik középfokon Miskolcra mennének, Szentendrére, tehát rendvédelmi vagy katonai pálya iránt érdeklődnek. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy azt a 4 éven keresztül tartott jó eredményt az érettség és a továbbtanulás is igazolni fogja. Egyébként valami hintóval is szekérrel valamunk. Hallgatos lesz. Hát én kívánom, hogy jó idő legyen, mert alapvetően meg tudja határozni természetesen az egésznek a hangulatát. Ahhoz kérdés nem fér, hogy a fiatalok, a hölgyek, a kisasszonyok csinosak lesznek, a fiatalúrak strammak lesznek, úgyhogy ezzel probléma nincsen. A szülők, rokonok meghatódottak lesznek, és gondolom, hogy az iskola is nagyon szépen fel lesz díszítve a szokásoknak megfelelően. Még mindig divat ez a fűvel történő díszítés például, ami szerintem egy egyedi, nemhogy itt a városban, hanem még a környékben, vagy esetleg az országban is. Jó időt kívánok, emelkedett hangulatot ehhez, mert ez az utolsó olyan pillanat, amikor még együtt tetszenek látni az osztályt, vagy a csoportot. Onnantól kezdődően már nem, mert még az érettségi sem úgy megy már, gondolom, hogy mindenki ott van minden áldott nap. Tehát ez egy utolsó olyan időszak, amikor még együtt lehet lenni, és fel lehet idézni azokat az emlékeket, amik történtek az eltelt időszakban. És komolyan mondom, mindenkiért szorítunk, hogy jól sikerüljön a érettségie, a megmérettetés, és mindaz, amit eltervezett a jövőjét tekintve megvalósuljon. Sok sikert kívánok, és köszönjük szépen a látogatást! Köszönöm szépen!
rendezvényeket Szepesi Tibor, a Déli Kulturális Központ vezetőjével beszélgetünk a május 1-i programon. Harmadik alkalommal hozták be a főtérre ezt a rendezvényt. A tömeget elnézve azt gondolom, hogy ez jó döntés volt. Köszöntöm a televízió nézőket. Igen, figyelni kell a kérdésre, mert olyan hangosan szól a zene itt mögöttünk a színpadon, épp a Jó ebédhez szól a nóta, a magyar nóta, ugye a hungarikum magyar nóta előadás zajlik. Igen, az első az ugye maga a főtér átadás volt 2015-ben, és akkor döntöttük el azt, hogy a majál is lehet, hogy jobb lesz ezen a helyszínen. A tavalyi év után mindenképp úgy gondoltuk, hogy itt a helye a majálisnak. És hát azért itt a főtér mellett még vannak kiegészítő programok is. Ott is gyerekeket lehet látni, felnőtteket, emesék, a Bengecsek Alapítvány nagyon sok mindennel várja a gyerekeket. Igen, egy picit nem csak itt a Városháza előtt, hanem más helyszíneken is, gondoljunk csak az íjász versenyre, ami szintén a majálisi forgatagban a május 1-jébe kerül megrendezésre, de visszamehetünk egész a tegnapi napig, amikor a május fa átadás, és itt meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen érdemes elmondani azt, hogy közel 50-en jöttek az este folyamán, az éjszaka folyamán, hiszen este 9 és 10 óra között osztottuk a májusfát. Nagyon sok fiatal jött, 7 éves volt a legfiatalabb, aki májusfát vitt, és nagyon büszkén készült arra, hogy ő májusfát fog állítani, ápolva a néphagyományokat. Tehát azt gondolom, hogy igen, fontos a hagyományápolás, és a májusfa állítás hagyománya az egy ilyen program, úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött. Nem az út szélére kiültetett fákat vitte feldíszíteni, kihasználva a lehetőséget, hanem minden a Városháza elől vitte el azokat a fákat, amelyeket felállított hős szerelmesként a kiválasztott hölgy számára. És hát igen, ahogy itt végignézünk, ugye az ugrálóvártól, a gyerekeknek felállított ugrálóvártól kezdve a kézműves foglalkozásokon keresztül a színpadi produkcióig, elég széles a választék. Igen, és hát az is jó, hogy vannak padok, székek, tehát most nem süt ugyan a nap, de hogyha tűző nap lenne, akkor is el lehetne húzódni az ányos fák közé. Így már reménykedtünk abban, hogy ez a 2017 tavasza egy kicsit megviccelt sok rendezvényünket, többek között elég sok sportrendezvényt, de hál' Istennek a május elsőjére úgy döntött, hogy nem fog esni az eső. Igaz, hogy nem süt a nap, de lehetővé tette azt, hogy itt a főtéren, és ahogy szétnézek itt a mögöttem lévő tömegen, egyre többen el tudjanak jönni erre a rendezvényre. Beszéljünk arról, hogy kik lépnek fel a mai napon, hiszen gondolom, hogy sokan várják majd a délutáni programokat is. Nagyon széles a választék, hiszen azt gondoltuk, hogy az egészen fiataloktól az egészen idős korosztályig, vagy idősebb korosztályig, hiszen ahogy itt végignézünk, pont a Nóta műsor az, ami a kicsit idősebb, bár nagyon fiatal és aktív korosztályt, hiszen ők jöttek el legelőször a mai rendezvényre. És hát Kovács Marika, aki Kolostyák Gyula után fellép, az elmúlt egy évben talán nem is vállalt karcagi fellépést, úgyhogy nagyon sokan várták. A fiatalok részére Kocsis Tibi, akit a Megasztárból ismerhetünk, utána pedig, ahogyan a hagyományok diktálják számunkra is, hiszen minden rendezvényen karcagi zenekarnak is szeretnénk lehetőséget biztosítani, a frissen összeállt, újonnan összeállt History zenekar fogja zárni a mai színpadi produkciókat. Azt gondolom, hogy akkor itt estig mindenki talál olyan programot, ami neki tetszik. Itt vannak a kézművesek is, lehet a méztől kezdve sok-sok anyáknapi ajándékot is vásárolni, aki esetleg erre is gondol. Így van, közeleg az anyáknapja, úgyhogy valóban erre is van lehetőség, de ahogy így bele illatozunk a levegőbe, ugye a birkapörkölt illattól, a pattogatott kukorica és a vatta cukron át gyakorlatilag mindenre van lehetőség. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Nagy Emesével beszélgetik itt mögöttünk, a Bengecsek Alapítvány különböző foglalkozásokat tart a parkban, gyerekek nagy élvezetére, de azért úgy láttam, hogy a szülőket is sikerült bevonni ezekbe a munkákba. Igen, nem véletlen szoktuk aláírni zárójelben, hogy családi és gyermekprogramok, mert hogy a szülők, itt jobbra például több szülő játszik, mint gyerekek, ugyanúgy élvezik ezeket a tevékenységeket, mint a gyerekek. Bár sokszor azt tapasztalom, hogy először csak diszkréten leülnek elő távolságra, aztán egyszer csak bevonódnak. Mi mindent lehet ma itt kipróbálni?
három részre osztottuk ezt a kis utcácskát a parkban, amit kaptunk. Az egyik résznek sütőháza neve, itt a liszt feldolgozásának, pontosabban a búza feldolgozásának a különböző állomásain lehet részt venni, a szitálástól, a dagasztáson, a lepénysütésen keresztül egészen a csiga csinálást is ki lehet próbálni. A másik rész egy kaszinó, a Csutkás kaszinó, ami egy valamikori magyar vagy karcagi kaszinóról kapta a nevét. Itt asztali játékokat, mindenféle ügyességi játékot, memóriajátékot, képkirakót lehet kipróbálni, ezeknek a hangulata mind a régi karcagi életmódot idézik, valamint van egy ügyességi játékokkal berendezett Rét nevű hely, ahol a gólyalábazást, a teknőben horgászatot, célbadobás, szigonyhajítást, mind olyan tevékenységeket, amelyekre szükség volt a réti emberek életében. Itt az apukák mellettünk azért a gólyabámozást azt nem próbálják ki, de tényleg nagy élvezettel és a gyereküket is túlszányalva játszanak, azt gondolom, hogy ez a cél. Igen. Azt gondolom, hogy minden olyan tevékenység, amit szervezünk, az egyik főszervező vagy központi feladatunk az, hogy interaktív módon szórakoztassuk az embereket. Tehát játékosan, élményszerűen, és mindenki megtalálja azt a részt benne, aminek nem csak nézője tud lenni, hanem részese is. És hát azt hiszem, hogy sok gyerkőc rácsodálkozik azokra a régi tárgyakra, amelyeket először itt lát. Igen, rácsodálkozik, és sokszor nagy segítségünkre vannak például ezekben a rácsodálkozásokban, vagy ezek mellett a szülői, nagyszülői kíséretek, mert sokszor az idősebb emberek átveszik tőlünk a szót, és a saját élményeikkel bővítik a mi ismeret adásunkat, és ez nekünk is nagyon jó. Mi is nagyon sokat tanulunk, és együtt játszunk a résztvevőkkel. Gondolom, hogy azért mindig vannak állandó dolgok, de mindig vannak új dolgok is. Hát ilyen az, amikor anyához odajön. Egy aktív lepénysütő. De nyugodtan kóstolja. Na, hát kóstolja meg, anya, megkóstolhatja. Akkor megkóstolom. Köszönöm. Szóval egy frissen sült lepény. Szóval ez az interaktív mód, amikor anyának is meg kell kóstolni. Szó szerint vannak gyerekek, például az én gyermekeim is, akik sorba járnak minden állomást reggeltől estig. A lepénysütés az egyik legkeresettebb és legszórakoztatóbb forma, szerintem állandóan tömegek állnak sorba. És milyen volt? Nagyon finom. Ez egy élesztő nélküli lepény, amely készítésére nincsenek írásos hagyományok, viszont el tudom képzelni, hogy kenyérszűk időkben sütöttek ilyet az asszonyok, mert ehhez körülbelül 10 perc kell, hogy ilyen lepény az asztalra kerüljön. Hát akkor azt gondolom, hogy a kislánya is újabb élmény elgazdagodott, és hát sokan jönnek még ide a nap során, és akkor sok-sok hasonló ilyen interaktív foglalkozást kívánunk még. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtárában. Hamarosan kezdődik egy könyvbemutató. A könyv szerzőjével Kun Lajossal beszélgetünk. Ördög szekér a könyvnek a címe. A borítóból már azért sokan következtethetünk arra, hogy miről szól ez, de miről is szól ez a kötet? Ez a kötet a parasság életéről szól. Próbáltam egy olyan 150 éves múltra visszatekinteni a parasság életébe, és gyakorlatilag azt a sodródást, amin keresztül kellett menni ennek a rétegnek a mindennapok során a megélhetésért, a boldogulásért, azt próbáltam benne bemutatni. Nyilván már a múlt század elejé időszakot is, utána a két háború közötti időszakot is, azt elsősorban a szüleim gazdálkodásán keresztül, utána pedig a 1945 utáni háború utáni időszakot, amikor a kollektivizálás, a kényszerű kolhoz alakítások elkezdődtek, és akkor ebből hogy lett átalakítva egy élhető, mindenki számára élhető és boldoglását biztosító szövetkezeti mozgalommá az egész. Gondolom az egykori május 1-TS vezetőjeként azért felidéződnek olyan történetek is, amelyek akkor ott önnel vagy az önnel együtt dolgozókkal történtek meg. Szerepelnek nyilvánvalóan benne. Azt tudom mondani, hogy a leírtak, ezek mind megtörténik eseményeken alapulnak, még akkor is, hogy esetleg a helyszín vagy a név nem azonos a könyvben szereplő illetővel vagy helyszínnel, de mind megtörtént események alapján van leírva. Nem kertelek, mert azt a rendszerváltás utáni időszakot is
azokat az anomáliákat is leírtam, amihez még eddig nem sok szerző mert hozzányúlni. Én kertelés nélkül úgy, ahogy én meg az én korosztályom, én kortársaim megéltük, én ezt leírtam ebbe a könyvbe. Akkor tulajdonképpen az ördögszekérnek ugyan más jelentése, hiszen annak van egy növény, amit jelent, de az ördögszekér ez egy ilyen valamin honnan menekülés, meg egyáltalán így gurul, tehát egy ilyen kerek dolog, ez így, tehát ez most csak így szimbolikusan, de ahogy elmondta, számomra ez következik ebből. Gyakorlatilag egy sodródást írtam le, amin keresztül kellett menni akarat ellenére a paraszti rétegben dolgozó embereknek. Úgyhogy ezt szimbolizálja az ördögszekér gyakorlatilag. Azt a sodródás, hogy akaratán kívül is alkalmazkodnia kellett mindig. És mit is jelent a cím? Az ördögszekér az egy növényt jelent, én úgy tudom. Gyakorlatilag azt a sodródást jelenti, amin ennek a paraszti rétegnek keresztül kellett menni. Az előző könyv, az én nekem úgy hirtelen elszaladt az idő, mondta, hogy 8 évvel ezelőtt jelent meg, az egy más társadalmi réteget és más szokást elevenített föl. Lesz a következő? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, annál is inkább, mert ugye egy könyv megjelenéséhez meg kell érnie a dolgoknak az ember fejébe, hogy azt kerek egészként tudja az ember könyvformájában megjeleníteni. Hát nem tudom, hogy sok minden van még a fejemben, de hogy annyi időm lesz-e még a Jóisten, de még annyi időt, hogy még egy könyvet megírjak, ez még rejtély. Hát akkor ez a rejtélyek napja, hiszen hamarosan megtudjuk, hogy hogyan is született ez a könyv, hiszen bemutatja a jelenlévőknek. Kik segítettek önnek ebben, hiszen úgy tudom, hogy vannak, akik a nyomdai munkákat is segítették. Igen, nagyon nagy segítséget kaptam a családomtól, a családom minden tagjától, feleségemtől, fiamtól, lányomtól, vejemtől, menyemtől, sőt még az unokáimtól is a biztatáson keresztül, hogy ők voltak azok, akik legtöbbet segítettek. Nyilván a lektor is barátom, a szerkesztő is barátom, akik szintén terelgettek, hogy ezt esetleg másképp kellene megírni, vagy másképp kellene megfogalmazni, úgyhogy ők nagy segítségemre voltak. És kik ők? Ők gyakorlatilag a szerkesztő, ő a Gálné Judit, és Gál Dénes egy agrármérnök barátom, balasagyarmati lakosok mindketten. Akkor azt gondolom, hogy ők is szívesen olvasták ezt a könyvet. Én azt kívánom, hogy akkor legyen még ereje, hiszen, ahogy elmondta, nagyon sok gondolat van még a fejében, és akkor találkozzunk ne 8 év múlva, hanem egy picit hamarabb egy következő könyvbemutatón, és ehhez pedig sok sikert kívánunk. Én köszönöm szépen a jó kívánságot, meg a biztatást. Az előadás előtt Sándor Annával beszélgetünk egy picit a darabról. Mi az, amit elmondan a nézőinknek, hiszen ők is látni fogják, de mi hogyan ajánlaná be? Hát valami olyasmit mondanék, hogy ha 130 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy tudod mit, csináljunk a zsidóknak egy külön államot, külön országot, ez akkor úgy hangzott volna, mintha most azt mondanám, hogy ön ne a Balaton felvidéken és ne a Tisza partján vegyen lakást vagy telket, hanem inkább a Hold másik oldalán. Tehát ennyire messzinek tűnt, és azért 130 év nem volt olyan nagyon régen, és lám-lám mi történt, 61 néhány évvel ezelőtt valóban létrejött ez az ország. Ez valami olyan elképesztő csoda, hogy ugye 2000 évvel ezelőtt szétszorodott, 2000 év, hát ez nem vicc, szétszorodott a nagyvilágban a zsidóság, és egyszer csak jön egy ember, a Herz Tivadar, aki Budapesten született a zsinagóga mellett, és egyik napra a másikra azt mondja, hop-hop, csinálunk a zsidóknak egy országot. Na most mi ez, hogy egy újságíró, egy színházi ember egyik napra a másikra azt mondja, hogy belépek a világpolitika színpadára, és minden királlyal, cárral, pápával, szultánnal beszélek, és ezt megoldom. Hát ezt az eseményt mondja el ez a színdarab, amit most ma este megnézünk. Kik lesznek a főszereplők? És egyáltalán ez egy állandó darab, vagy csak alkalomszerűen mutatják be, vagy folyamatosan meg lehet nézni? Igen, ez a darab folyamatosan megy Budapesten a Spinoza Színházban, és hát meghívtak bennünket, ezért jöttünk el. Három szereplője van a darabnak, Herz Tivadar szerepét Makranci Zalán alakítja, a munkatársát, akinek a neve kevésbé ismert itt Magyarországon, de máshogy igen, Max Norda, Gyabronka József,
és van egy harmadik szereplő, Hajdú László, és aki ezt rendezte, az Czeisel Gábor. És hát reméljük azért sokan át fogják érezni, hiszen azért ebben így azt gondolom, hogy nagyon kemény és nagyon olyan gondolatok lesznek, amit utána otthon mindenkinek tovább kell gondolnia. Hát mi is azt reméljük, meg hát hogy egyáltalán, hogy a csoda mellett egy pillanatra megállnak az emberek és elgondolkodnak. Aki én azt kívánom, hogy egy kis gondolatébresztéssel menjen innen ma haza, és akkor találkozunk még más darabokkal, ami esetleg egy picit vidámabb és más jellegű. Nagyon szívesen, majd itt a vezetőséggel fogok tárgyalni, és szívesen lejönnék más darabokkal is. Köszönjük szépen! Kérem! Köszöntöm nézőnket, Csillag Barnabással, a Karcagi Zsidó Hitközösség elnökével beszélgetünk, hiszen a holokauszt emléknapról lesz hamarosan szó a színház berkei keresztül. A holokauszt emléknapról már tavaly is egy érdekes módon emlékeztek meg, idén is meglepetéssel várták a karcagiakat. Honnan jött az ötlet? Köszöntöm én is a kedves nézőket. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján minden évben április 16-án emlékezzünk meg a holokauszban elpusztított magyarországi zsidókról. Tavaly évben ebből az alkalomból a Saul fia című Oscar-díjas filmet hoztuk el a városba, idén pedig ebből az alkalomból a Herzl című színdarabot hoztuk el a városba. A Budapesti Spinoza Színház előadásába fog ez elhangozni. Gondolom, hogy előtte ön ezt látta már, és egyértelmű volt akkor ezek szerint, hogy ezt le kell hozni ide Karcagra. Igen, én ezt az előadást a tavalyi évben láttam Szolnokon. Akkor Ilán Mon nagykövet úr meghívására egy rendezvényen vettem részt, és a rendezvény után közösen néztük meg Szolnokon ezt az előadást. Az előadás engem annyira magával ragadott, hogy ott a helyszínen eldöntöttem, hogy szeretném ezt az előadást elhozni Karcagra. Ezt egy éves szervező munka követte, a Spinoza Színház jóvoltából Sándor Anna producernek köszönhetően ez az előadás a mai napon itt van Karcagon. És azt gondolom, hogy az is fontos, hogy azért itt idősebbek, fiatalok itt lesznek, és azért a holokauszról szólni kell, hiszen azért van egy nemzedék, aki egyre fogy életkorukból adódóan, viszont van egy olyan nemzedék, aki meg még nem is tudja sok, hogy mi is ez a holokauszt. Igen, ez így van. Mi úgy gondoljuk, hogy a karcagi vezetőség úgy gondolja, hogy a jövőnk záloga a múltunkban, és a jövőnk záloga a jövőnkben van. Próbáljuk megszólítani a fiatalokat, próbáljuk megszólítani az időseket, minden kedves karcagi lakost, és próbáljuk bemutatni a kultúránkat, bemutatni a jelenünket, és célunk tűztük ki az oktatást és a kultúrát. És ebből az alkalomból hoztuk el ezt a színművet is Karcagra, ezzel szeretnénk hozzájárulni a Karcag város kulturális fejlődéséhez. Biztos, hogy sokan meg fogják nézni, viszont a végén még azt szerettem volna mondani, hogy a nyitott kapuk programhoz önök is csatlakoztak, tehát lehetett tavaly is megnézni a zsinagógát vezetéssel, lesz-e mondjuk erre idén példa? Igen, szeretnénk idén is a Nyitott Kapuk programba csatlakozni, és mindenkit szeretettel várunk minden rendezvényünkön. Természetesen zsinagóga látogatáson is nagyon nagy szeretettel várjuk Önöket. A Karcagi Hitközségnek van egy honlapja, a www.karcagizsinagoga.hu, ott mindig napra kész információkat találnak rendezvényeinkről és kulturális életünkről. Mindenkit szeretettel várunk. A zsinagógában tavaly volt azért egy nagyon szép könyvbemutató is, lesz ennek folytatása, vagy hogy lehet ehhez a könyvhez hozzájutni? A Karcagi Zsidó Hitközség gondozásában tavaly jelent meg a Karcagon zsidóként megszólal a háború utáni nemzedék című könyvünk. Nagyon nagy sikere volt a könyvnek, az első nyomások röviddel a megjelenés után elfogytak. A tavalyi év őszén újra nyomtuk a könyvet, és ismét elérhető a könyv. Karcagi Hitközségtől tudják a könyvet igényelni, kereskedelmi forgalomban nem hozható, és nem is hoztuk kereskedelmi forgalomba, adományok útján tudnak hozzájutni, és az adományokat a Karcagi Zsinagóga felújítására fogjuk fordítani. Köszönjük szépen! Köszönöm a riportot! Köszöntöm nézőket a Nagykun gazdakör közgyűlésén, Hubain Becsaba elnök úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik az éves közgyűlésük. Mi a téma a mai napon? Hát a közgyűlésünknek a témája az éves zárás, tulajdonképpen a 2016 éveinek a mérlegének az elfogadása, illetve hát a adóbevallás előkészítése kapcsán. Ezen kívül a szakmai rész a finanszírozással kapcsolatban,
a támogatásokkal kapcsolatban, hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatban, a 2020 utáni állapotok lehetőségeinek a mérlegelése. Hát gyakorlatilag összefoglaljuk az elmúlt év tapasztalatait, a jövő év feladatait, illetve az idei év tapasztalatait, meg a hosszú távon a stratégiát milyen irányba folytassuk. Azért gondolom, hogy a Nagykun gazdakör tagjai, miután a karcagi határban gazdálkodnak, azért a földön járnak, tehát tudják, hogy mi az a lehetőség, amire pályázhatnak. Melyek azok, amelyeket kiemelne a tavalyi jelentősebb pályázatok közül? Hát kiemelném elsősorban a fehérje növények, az ipari növények termesztését. Nyilván a gabonafélék az hagyományosan termesztendő dolog, de egyre jobban az a cél, hogy az ipari növényeket termeljünk, illetve olyan fehérje növényeket, amelyek támogatást is kapnak a jelenleg, meg jövőben is. Nem beszélve arról, hogy az állattenyésztés fejlesztése nagyon sok feladatot jelent számunkra. Ezen kívül a szántóföldről az asztali című rendeltetésnek megfelelő szerkezet kialakítás, és hát ez a mai nap még arra is alkalmaz, az első gazdacentrum helyén most jelenleg tartunk egy ilyen jellegű, tehát a közgyűlést. A közgyűlésnek az a lényege, hogy bemutassuk ezt a helyzetet, illetve a gazdacentrum a jövőben a gazdáknak a szolgáltatásait végzi. A gazdák szolgáltatásán túl együttműködési megállapodást kötünk a technikummal, a református egyházzal, a középiskolákkal, azért, hogy a óvodáskorú gyermekektől kisiskolás, nagyiskolás, középiskolás, illetve egyetemen tanuló hallgatóknak a fórumát tudjuk megteremteni, illetve a gyermekeknek bemutatni a mezőgazdálkodás, hogy ismerjék meg valójában, hogy miről van szó a mezőgazdaságban, és ha kedvet kapnak, ha élményt szereznek, akkor itt mi köztünk tanulják a szakmát, együtt lélegezünk, ismerjük meg egymást, ismerjük meg a gazdálkodást, kitekintés szempontjából a legfejlettebb technológiákat is figyelembe vegyük. Ezen belül nagyon fontos a minőségi gazdálkodás, a minőségi gazdálkodáson belül a precíziós gazdálkodás, ami olyan kihívás a gazdáknak, hogy itt Karcagon is a gazdatársak versenyképes termékeket tudjanak előállítani, a piacra jutást elő tudjuk segíteni, tehát magyarán az agráriumot egy magasabb szintű helyzetbe hozzuk. Itt az előadók között lesznek, akik a finanszírozásban segítenek. Itt van a falugazdász, itt van dr. Kis Róbert igazgató is, tehát azért egy teljes körű kérdés-válasz is lesz itt az előadások után. Viszont beszéljünk erről a gazdacentrumról, hiszen nem mindenki tudja, hogy ez hol található. Ez a gazdacentrum a karcagi gazdáknak a kezdeményezésére alakult ki. Már az országban két helyen működik, Vasváron és Hajdúböszörményben. Az a tapasztalatunk, hogy a finomítások kapcsán egy fél év gyakorlati időt szántunk neki. Fél év után már le fog tisztulni a működésnek a lehetősége, a finanszírozással kapcsolatos dolgok, illetve egyáltalán, hogy a hétköznapokban hogy tudjuk kiépíteni ezt a rendszert, hogy hasznos legyen a gazdatársadalom. A város lakossága, a falu lakossága szempontjából, hogy olyan élmények kerüljenek előtérbe, ami hagyományokra épül, a jelenlegi modern technológia maximális figyelembe vételével. Helyileg pedig a Volt Csokonai Könyvtár földszintjén a Dózsa György út 29 alatt lehet majd önöket keresni. Igen, most már ez a gazdacentrum itt fog működni, itt lesz a falugazdász, itt lesznek a szolgáltató segítségeink, növényorvos, a pályázatíró kollega, a különböző vetőmaggal, fajtákkal, szakmai előadásokkal kapcsolatos tevékenység, tehát gyakorlatilag egy komplex információ központot jelent a gazdák számára, ahol, ha beérkezik a gazdatársunk, itt minden információt, minden segítséget megkap ahhoz, hogy a munkaidejét a termelésbe tudja fordítani, ne pedig az adminisztrációra. Tehát egy jelentős adminisztrációs segítség a gazdák számára. Azt gondolom, hogy ez fontos lesz a gazdáknak, viszont beszéljünk egy másik dologról itt a végén, hiszen az elmúlt hetekben itt nagyon szélsőséges volt az időjárás, bár a nagy hó elkerült a Karcagot, de azért fagykárokról esetleg tudunk-e már, vagy volt-e? Hát az időjárás elég szélsőséges volt, ami megállapítható az, hogy volt tél.
ez a tél több pozitívumot hozott a számunkra, mint negatívumot. A későbbi szélsőséges időjárás itt a mi térségünkben nem jelentett gondot, mert mínuszban legfeljebb mínusz egy fok volt, tehát ez a talajmenti fagy, ez jelentős kárt nem okozott. Későbbiekben azért volt hideg szeles idő, ami a méhek repülését akadályozta, tehát a gyümölcsösnek a beporzását hátrányos helyzetbe hozta. A repcefélék most intenzíven virágzanak, a méhek repülnek, tehát a természet bepótolja önmagát. Úgy gondolom, hogy a jövőt illetően még sokszor kint alszanak a növények, még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy szakmailag egy hosszú távú megállapítást tegyünk. Mindenesetre a kezünkben lévő lehetőségeket, növényvédelmi lehetőség, tápanyaggazdálkodás, a fejlődéssel kapcsolatos egyéb dolgok, lomcságyázási lehetőségek, egyéb beavatkozások, amik a termést stabilizálják, meg elősegítik a jobb termést, ezeket az eszközöket, ezeket a lehetőségeket fel kell tárni. Többek között már a gazdacentrumban erre is felhívjuk a figyelmet, levélanalízis lehet lehetőség, bevisszük a növényeket, hogy milyen tápanyaghiánya van a növénynek. Tehát gyakorlatilag a stresszek ellensúlyát próbáljuk megoldani. Akkor én azt kívánom, hogy legyen eredményes az idei gazdálkodási év, hiszen azért elmondta, hogy még sokat alszik kint a kint lévő növény is, meg még ezután kezdődnek a munkák javarésze. Igen, hát gyakorlatilag a tavaszi munkáknak a lezárásának az időszakát éljük, tehát magyarul a koratavaszi, tavaszi vetések zöme megtörtént. Az ősszel vetett növényeknek a növényápolása, növényvédelme, tápanyagellátása jelenleg folyamatban van. Úgy gondolom, hogy ez a kedvező időjárás már pozitív előnyként elkönyvelhető, és hát a következőben már a nyári betakarításra kell felkészülni, és ami még nagyon fontos tényező, az, hogy a termékek értékesítése megoldható legyen, és mindenképpen megoldást kell találnunk arra, hogy a gazdák szövetkezzenek beszerzésre, értékesítésre, szakmai információk begyűjtésére, egymás segítésére, tehát gyakorlatilag egy magasabb szempontból kell előbbre lépni. Nyilvánvaló mindenki a saját tulajdonával, a már bevett polgári értékrendnek megfelelően. Jó munkát kívánok, hiszen az elmúltakban is következik, hogy akad rendesen a határban is, és azért az előkészítés is sok-sok igényt vesz igénybe. Igen, hát minden törekvésünk az, hogy szolgáljuk a gazdatársadalmat, minden segítséget megadjunk ahhoz, hogy eredményesen tudjanak versenyhelyzetbe kerülni, meg maradni. Kedves nézőink, a napokban az Üllő és Cegléd közötti M4-es autóút alapkövét lerakták. A rendezvényen beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A felvételt most a Háttér című magazinműsorunk különkiadásában vetítjük Önöknek. Az elmúlt évek munkájával a kormány megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy ma már a gazdasági teljesítmény, a termelékenység és a hatékonyság emelésére helyezhessük a hangsúlyt, jelentette ki Varga Mihály az M4-es gyorsforgalmi út Üllő-Cegléd közötti szakaszának alapkőletételén. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, a beruházás jelentősen javítja Magyarország közlekedési infrastruktúráját, és egyben hozzájárul hazánk versenyképességének emeléséhez is. Jó napot kívánok valamennyiüknek, tisztelt államtitkár úr, biztos úr, polgármester úr, vezérigazgató helyettes úr, kedves kormány megbízottak, képviselőtársaim Pest megyéből, Jászlón-Szolnok megyéből. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és a magyar gazdaságért felelős miniszterként nagy örömmel állok itt, hiszen minden, ami körülvesz bennünket, az a gazdasági eseményekhez is kötődik. Itt állnak ezek a gépek, hamarosan elkezdik a munkát. Itt zajlik mellettünk a közlekedési úton szállítás kamionokkal, személyszállítókkal. Egy nagy feszültségű vezeték van itt mellettünk, nem messze. Az energiaszektor is működik reményeink szerint, és kiszolgálja a repülőteret, ez az ellátóközpont. A médiaszektor is működik, úgy látom, szemben elég sok kamera van jelen szerencsére. Úgyhogy azt kell önöknek mondanom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy újabb elemét
helyezzük el a gazdaság fejlesztésének, ez pedig az az M4-es gyorsforgalmi út, amiről itt előttem államtitkár úr és polgármesterok valamennyien beszéltek. Budapestről az országhatárig fog terjedni az az út, amelyiknek a mostani 45 kilométeres szakasza valósul meg két fázisban. Nagyon bízom benne, hogy nem járunk úgy vele, mint ahogy az elmúlt években, évtizedekben Szűcs Lajos képviselő kollégám által említett beruházások jártak, hogy hangzatos ígéretek voltak, és aztán nem történt semmi. Most azt kell mondanom, hogy sokkal jobban állunk, hiszen rendelkezésre áll az anyagi fedezet. Kezeskedem érte, hogy ez rendelkezésre is fog állni. Megvannak a kivitelezők, itt vannak azok a szereplők, akik vállalták ennek az útnak az elkészítését, és hát itt vannak azok is, akik reménykednek abban, hogy ebből 2019 őszére ebből egy működő út lesz, amit már lehet használni, és valamennyiünk hasznára működik majd. Ennek a két szakasznak a megépítése azt is jelenti, hogy fejlődik a térség, hiszen a 4-es számú főút átkelési szakaszán lévő települések mentesülnek majd az eddigi nagyarányú forgalomtól, az átmenő forgalom terheitől, a tápióság településeinek a megközelíthetősége javulni fog. Cerván György államtitkár kollégám ennek, és a többiek, akik itt vannak a körzetben, ennek örülnek. És hát összességében biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés, reményeink szerint ez így lesz. Elhangzott az is, hogy ez a 2500 milliárd forint milyen fejlesztéseket szolgál a következő években. A hazai közúthálózat megérett arra, hogy további fejlesztéseken menjen keresztül. Azt gondoljuk, hogy azok a sikerek, amiket elértünk az elmúlt években, a gazdaság növekedésében, fejlesztésében, munkahelyteremtésben, azok nem kell, hogy elégedettséget adjanak a kormány és valamennyi vezető számára. Ezeket folytatni kell, hiszen az élet nem áll meg, az a gazdasági verseny, ami több száz vagy több ezer éve zajlik különböző népek, nemzetek között, az nem ér véget azzal, hogy valamit átadunk, valamit fejlesztünk. Erre továbbra is forrást kell rendelni. Ez azt jelenti, hogy a terveink szerint 1450 km hosszúságú gyorsforgalmi úthálózat valósul majd meg 2022-ig, tehát több mint 900 km-rel bővül ez a hálózat. Ennyi autópálya, autóút vagy európai közúti főútvonal fog majd megépülni. Ez nyilván hatással van a gazdasági fejlődésre, a működő vállalatok számára további előnyöket fog biztosítani, és hát abban is bízunk, polgármester úr már utalt erre, hogy ez a közút hálózati fejlesztés újabb, további beruházásokat fog vonzani Kelet-Magyarországra és Közép-Magyarországra. Az a célunk, hogy minél gyorsabban lehessen megközelíteni ezeket a eddig talán zártabbnak tűnő térségeket, és abban is bízunk, hogy minden beruházás olyan jó hírnöke lesz Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, az itt lévő településeknek, megyéknek, amelyekre mások is felfigyelnek. Bízom abban is, hogy ez a fejlesztés a modern technológiák térnyeréséhez is hozzá fog járulni, hiszen az is célunk, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon. Magyarországnak erősödnie kell, de úgy kell erősödnie, hogy a meglévő nyersanyag és emberi erőforrás szellemi potenciára kell építenie, ezeket kell hatékonyabban felhasználnia. A hatékonyság jelenti számunkra azt is, hogy a versenyképességünket javítanunk kell. A magyar kormány az elmúlt években ehhez iparpolitikai fejlesztéseket, a szakképzés átalakítását, a beruházások minél gyorsabb és könnyebb megvalósítását tette hozzá. A nemzetközi versenyben így tudtuk megállni a helyünket. Teljesítmény, termelékenység, hatékonyság. Ezzel együtt is abban bízunk, hogy idén egy magasabb, 4% körüli növekedés fog megvalósulni. A jövő évre szintén ezzel számolunk. És hozzá kell tennem pénzügyekért felelős miniszterként, hogy közben nem adósodunk el, nem az államadósságot növeljük, nem privatizálunk, mint az előző kormányok, és ebből próbálunk meg folyókiadásokat vagy beruházásokat megvalósítani, hanem a gyarapodásnak egy részét fordítjuk vissza az életminőség, az életszínvonal javítására, és egy másik részét pedig további fejlesztésekre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azzal hadd zárjam, hogy ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon, elvileg minden rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll a forrás, a pénz, rendelkezésre állnak a építőanyagok, eszközök, gépek,
megvan az a szerződés aláírva, amelyik ennek a beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges. Azt kívánom önöknek, a kivitelezőknek, hogy ez mindenképpen valósuljon meg. A szakembereknek jó munkát kívánok ehhez. A beruházás pedig kívánom, hogy erősítse a Tápióság, Jászlánkun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, az egész észak-alföldi régiónak a gazdasági potenciáját. Nagyon bízom abban, hogy valamennyiünk életminőségét javítják majd ezek az elkészülő, megvalósuló beruházások. Legyen így, adjon az Isten hozzá mindenkinek jó egészséget, jó erőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.